Helyreállt a rend, újra használható gépkocsival a Zákonyi utca. Adományok, a Balatonfüred Lions Club ismét ott segített, ahol kellett. Szerelmesek és sportolnak, futóversenyt rendeztek Valentin nap alkalmából. Köszöntöm Önöket, ez itt a Füred TV híradója. Az eredeti forgalmi rend szerint lehet ismét közlekedni a Zákonyi utcában, amelyről 2 hónapra teljesen kitiltották a gépkocsikat a jégpályarendszer működése miatt. A Korcsolya pálya bezárt, jelenleg a bontási munkálatok folynak, ám ez már nem befolyásolja a gépkocsi forgalmat. A korlátozások megszűntek az útszakaszon, a volánbusz járatai pedig újra érintik a hajóállomás és a Zákonyi sétány megállókat. Aki hétvégén Balatonfüredre látogat, annak már nem kell terelőutakat használnia a parton. 2 hónappal ezelőtt adtunk arról hírt, hogy jelentős forgalmi rendváltozás lépett életbe a Zákonyi Ferenc utcában. A jégpályarendszer miatt kellett elterelni az autós forgalmat. A behajtani tilos tábla is kikerült az érintett szakaszra, csak külön engedéllyel lehetett behajtani. A rendőrség pedig folyamatosan ellenőrizte a szabályok betartását. Az elmúlt 2 hónapban a volánbusz járatai is elkerülték a hajóállomás megállót, számukra is terelőutat jelöltek ki. A napokban helyreállt a forgalmi rend, hiszen a jégpálya bezárt, annak bontását végzik a szakemberek. A Zákonyi út felszabadult, így az újra járható gépkocsival, a volán járatok pedig február 11-től újra érintik a Zákonyi sétány és hajóállomás megállókat. A gyalogos forgalom azonban még nem kapta vissza teljesen a Vitorlás tér, Zákonyi sétány, Tagor sétány érintett szakaszait, így a séta még nem zavartalan a területen. A környék eredeti sokak által kedvelt arcát a hónap végén kaphatja vissza, amikor teljesen eltűnik a több tízezres látogatottságot hozó jégpályarendszer utolsó eleme is. A népszerű és egyedülálló Korcsolyapályát decemberben újra felépítik majd, és a tervek szerint karácsonyi vásárt is szerveznek köré. Az utóbbi időszak adománygyűjtő akcióinak köszönhetően ismét segítőkezet nyújtott a Balatonfüred Lions Club. 3 különböző adományt, 3 különböző célra nyújtottak át a kedden megtartott rendezvényen. Az idén 5 éves Balatonfüred Lions Club az utóbbi időszak adománygyűjtési akcióinak köszönhetően már is jótékonykodással kezdhette az új évet. A kedden megtartott rendezvényen 3 különböző területen segítettek. Az, hogy most támogatást tudnak nyújtani, annak van előzménye, mely a tavalyi év végére nyúlik vissza. December végén a Vitorlás étterem meghívására kaptunk egy rendezvényükre, a forralbort főző versenyre egy meghívást, ahol a bort is ők biztosították számunkra, és ennek az adomány forralbort főzővásár adományaként szeretnénk átadni egy Puzzle jótékony játszószőnyeget a Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Balatonfüredi Tanintézet részére. Volt egy Vince napi rendezvény az Anna Grand Hotelbe, ahol mi szintén adományt gyűjtöttünk, és ezt az adományt pedig a Fekete István Általános Iskola Egységes Pedagógiai Módszertani Intézmény igazgatóinak szeretnénk átadni, ahol az alapítványuk létrehozását támogatjuk. És talán a legnagyobb horderei, tavalyi évben 2-szer járt nálunk Balatonfüreden az Országos Lions Club szemszűrőbusza. 2 alkalommal végeztünk szemszűrést. Itt szeretném megköszönni Balinka Tíma segítségét, aki mind a 2-szer, mint ott filmestésre elvégezte ezeket a szemszűréseket. És a Magyarországi Lions Klubok Országos Szövetsége pályázatán nyert a klubunk 1 200 000 forint támogatást, amit már el is költöttünk, 18 rászorulónak tudtunk szemüveget készítetni, és a tegnapi nappal még nyertünk 300 000 forintot, úgyhogy még 4 rászorulónak tudunk szemüveget készíteni. A szemüvegek egy része az Ötvös Iskola diákjaihoz került. Az intézményben tanuló rászoruló gyerekek kaptak új szemüveget, mely tanulmányaikhoz elengedhetetlen. Nagyon-nagyon sokat tudtunk segíteni több diákunknak, amit egy tudatos, úgymond kutatómunka előzött meg, mert szükség volt olyan tanulókra, akik rászorultak, akik nem tudják ezt a szemüveget megfinanszírozni.
érvényes orvosi papírokkal rendelkeznek, mert ugye volt itt egy határidő is, és tulajdonképpen nagyon együttműködő szülőket találtunk, így több százezer forint értékben sikerült a Lions Clubnak az ötvös iskola több diákját, több családját segíteni. Nem csak az új év indult jótékonykodással a Balatonfüred Lions Club házatáján, az év végén a karácsonyi ünnepek közelettével is sok családnak szereztek örömöt. 32 családot segélyeztünk élelmiszercsomagokkal, és itt szeretném megköszönni a balatonfüredi vállalkozóknak az adományozó kedvét, szándékát, hogy minden évben támogatnak bennünket, és kihelyezhettük üzleteikbe a persejeinket, vagy élelmiszercsomagokkal. Gáspár Ákos szeretném még megemlíteni, aki minden évben ezen az élelmiszergyűjtésen nagyban támogatja a klubunkat. Én azt gondolom, hogy ez a kis csapat így együtt szívvel, lélekkel dolgozik, és igazán igaz az a szlogen, hogy tarts velünk, mert segíteni jó. Jól érezzük magunkat együtt, amellett, hogy jót cselekszünk. Az 5. születésnapra szervezett összejövetelen részt vett Hégely Péter, a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének kormányzója is. Győri Anita, a helyi Lions Klub alelnöke pedig a közeljövő egyik programjáról beszélt. Bejelentette, hogy március 19-én ismét megrendezik a tojásfadíszítést a Kovászna Parkban, ahová azt a 15 civil szervezetet is várják, akik csatlakoztak a klub által 2020-ban elindított faültetési akcióhoz. A szinte naponkénti erős hőingadozás rendkívüli módon igénybe veszi a szervezetet. Laikusként leginkább azt érzékeljük, hogy gyakrabban rohannak a mentők segítséget nyújtani. Az egészségügyi panaszok megsokasodását a rendelőintézet vezetője is alátámasztotta, sőt a posztcovidos tünetek sem javítanak a helyzeten. Szélsőséges időjárással indult az idei év, a kültéri hőmérők nem egy alkalommal mutattak 20 fokhoz közeli értékeket. Már az is meglepő volt, hogy az új évkor kiteregetett ruhák aznap megszáradtak. A fővárosban február elején Zsinórban a harmadik napon dőlt meg a meleg rekord. Az előrejelzések szerint van esély újabb rekordokra, mert február második hétvégéjén akár 20 fok is lehet. A szokatlan időjárás a bennünket körülvevő környezetet rendkívüli mértékben befolyásolja, és az emberi szervezetet sem kíméli. Ilyen meleg február kezdetünkre én nem is emlékszem. Hatalmas ingadozás van az időjárásban, különösen a hőfokban, de a csapadékban és a páratartalomban is ez megviseli a szervezetet. Különösen azoknak jelent ez problémát, ahol hipertóniás problémák vannak, tehát a vérnyomással vannak gondok, ott kiugrások vannak, illetve hirtelen csökkenések vannak, ami újabb rosszuléteket indikál. De a leglényegesebb még ezek között a felső légúti problémáknak az ugrásszerű emelkedése. A szervezet nem nagyon tud alkalmazkodni ahhoz, hogy ezt a hőfokot úgy le tudja tolerálni, hogy ne legyen semmi klinikai megjelenése. Ebből adódóan most is látunk nagyon sok felső légúti vírusos megbetegedést, látunk közöttük egészen komoly irányba is elmozdulókat. Hát sajnos ezekkel együtt kell élnünk abban az esetben, amikor ilyen nagy ingadozás van a hőmérsékletben, és ezért kérek mindenkit, hogy próbáljon ehhez alkalmazkodni. Tehát ha egyszer hideg van, akkor öltözzünk fel, hogyha meleg van, akkor csak olyan szinten, amennyire szükséges, de az időjárás állapotának megfelelően próbáljuk, akkor ezek közül sok mindent ki lehet küszöbölni. Kérdésként merülhet fel, hogy a post-covidos tüneteket befolyásolja-e a jelentős hőmérséklet ingadozás. Szerencsére azt látjuk egyébként, hogy a post-covid azért egy ilyen 2-3 év alatt a tünet együttes lecsökken olyan szintre, hogy már nem jelent komolyabb problémát, de a post-covidből igen, voltak olyan észrevételek, elhúzódó panaszok, amikkel gyakran orvoshoz kellett fordulni. Sajnos ezekkel nem tudunk mit kezdeni, sajnos ezek vannak, és nem csak itt nálunk, nem csak Magyarországon, hanem ez világszerte így van, és meg kell tanulnunk együtt élni a COVID megjelenésével, köztünk lételével, bár mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy a klinikai megjelenése sokkal-sokkal enyhébb, mint korábban volt. Tehát itt ilyen komolyabb megbetegedésekből nagyon ritkán van, de az sem az a szintű, hogy itt életveszélyes állapotok alakuljanak ki. Itt nálunk Balatonfüreden az elmúlt időben nem is volt ilyen.
Végére ért a kikötő korszerűsítése a Balatonfüredi Jachtklubban. A beruházásnak köszönhetően növelték a hajótároló kapacitást, így jelentősen javultak az egyesület működési feltételei. A további tervekről Böröc István ügyvezető igazgatót kérdeztük. Kihívással teli, sikeres évet zárt a Balatonfüredi Jachtklub. Az egyesület sportolói rendre az élen végeztek. A vitorlásterepen a nagyszabású fejlesztések befejeződtek. Nagyon érdekes évet zártunk. Nehezen indult, és a végére azért minden összeállt úgy, ahogy ennek lennie kell. Sokkal nagyobb lett a pénzügyi eredménye is a munkának. Igaz, a munka is sokkal nagyobb volt. 12 versenyt rendeztünk, ezek között nemzetközi versenyek is voltak 3. 10 gyerektábort bonyolítottunk itt a saját telephelyünkön, mellette 6 felnőtt tábort, volt 5 evezős táborunk, sőt Magyar Honvédségnek csináltunk 4 héten keresztül ifjúsági tábor. Az elmúlt években felépült nálunk egy evező szakosztály. Az evező szakosztály ez egy másik klubnak a megszűnése után került hozzánk. Nagyon komoly munkát végeznek, nagyon nagy a fejlődés. Került hozzánk most egy kislány, Kocsis Csillag, aki 16 évesen itt a Füredi gimnáziumban jár, és 16 évesen 3 érmet szerzett a világbajnokságon. És mellette nagyon, nagyon jó húzóerőnek is bizonyul, hiszen a magyar ifjúsági szabbajnokságon csak arról szólt a dobogó, hogy Balatonfüredi Jachtklub, Balatonfüredi Jachtklub, tehát a többi társa is nagyon, nagyon komoly eredményt ér el. Tavaly évben még csináltunk sportnapokat városi szervezeteknek, minden évben egy-két városi szervezetet meghívunk, és egy délután keretében kapnak lehetőséget egy kis vitorlásversenyre, egy főzésre. És hát a klubnak feltett szándék, hogy a városban aktív szerepet vállal bizonyos területeken. Minden évben 8-10 vitorlástábort ajánlunk fel, a tavalyiban az egyházközösségnek, előtte évben iskoláknak, idejében pedig most kerül kiválasztásra, hogy kinek fogunk ilyet felajánlani. A tavalyi eredményekről és a soron következő feladatokról Böröc István ügyvezető igazgatót kérdeztük. 370 körül van a taglétszámunk, abból 198-an aktívan versenyeznek. Ők a tavalyi évben majdnem 1000 nevezést adtak le, tehát majdnem 1000 alkalommal indultak versenyen. Nagyon jó eredményeket értek el. Ezt a hazai ranglistán ma World Sailing hajóosztályokat, amik tulajdonképpen a nemzetközi versenyosztályokat jelentett, az első helyet ért el a klub megint. A nemzeti osztályban, ami a többi gyűjtő osztályt, a harmadik helyet. Hát nemzetközi szinten pedig nagyon kiemelkedő eredmények születtek. Ugye talán a legismertebb Varnai Jonatán az olimpiai kvótát megszerezte. De emellett rengeteg eredmény van. Éppen a napokban csináltuk meg a számadást, 14 oldalon keresztül az eredményeket írjuk A4-es lapon, az nem kevés. Nagyon nagy terveink vannak, folytatjuk azt a gondolkozást és azt a munkát, amit eddig is csináltunk. Ugye ez volt az első teljes év, hogy a kikötőberuházásunk is üzemelt. Tulajdonképpen a Zákony utcai telepe 100%-ban most már megújult, felújítások vannak vissza, illetve az egyik mólószárat majd ősszel ki kell még cserélnünk, a legrégebbi részét, hiszen aznak fából vannak a cölöpei és az elkorhad. Van rengeteg tervünk. Az idei évre 13 versenyt fogunk rendezni, nagyon sok külföldi részvétele lesz a fiataljainknak, felnőttjeinknek. Mi a régi személytelephelyen kialakított Ipéri Parkban tudtunk egy telephelyet bérelni hosszú távra, azt előkészítjük, és annak a beruházását szeretnénk megcsinálni. Itt ezen a telephelyen pedig kicsit bővítjük és javítjuk a szolgáltatásainkat. A Jachtklub első nagyobb versenyére, a Tolnai Kálmár regattára május első hetében kerül majd sor. A napokban a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja vendégeskedett a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesületnél. A két szervezet életében több éve vannak jelen közös feladatok. A további együttműködést erősítették meg a találkozón. 1995. január 22-én alakult az egyesület, mégpedig az akkori tóparti városok polgármestereinek feleségei indították el, abból a célból, hogy a Balaton környezeti, természeti és kulturális értékét megóvják. Február 6-án a Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja vendégeskedett a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesületnél. A két szervezet életében több éve vannak jelen közös feladatok.
Ott van mindjárt az Arácsi temetőben a reformkori színésznőkről való megemlékezés, illetve a Csolnoki Jenőről való megemlékezés, ahol a parkot ugye a NABE hozta létre, viszont magáról Csolnoki Jenőről való megemlékezést meg az Egyesület, a Helytörténeti Egyesület szervezi. Azért is hívott meg a Takács Miklós úr, hogy egy kicsit jobban tájékoztassam az Egyesület résztvevőit a mi feladatainkról, a NABE feladatairól, illetve programjairól, hogy hát ha akadnak még olyan tevékenységek, meg pontok, ahol még összekapcsolódhatunk. Ez évben a Pajtás hajó tragédiájának évfordulójára emlékeznek majd a szervezetek. A Pajtás hajó tragédiája 70 éve történt. Ennek kapcsán egy nagyobb ünnepséget, megemlékezést szeretnénk szervezni, ahol egy kicsit szélesebb körben megismertetni akár az itt élőkkel, akár az ide látogatókkal, hogy ez a tragédia, ez nem múlhat el, nem mehet feledésbe. A NABE jelenléte az év során folyamatos Balatonfüreden. Hogyha az egész évet nézzük, akkor eleve ott a Csolnoki Park, ahol egész évben a karbantartása, a rendbentartás, a színésznők sírjának a rendbentartása, és ezúton is hadd köszönjem meg azoknak a tagoknak, akik ezt rendszeresen végzik, anélkül, hogy szólnának nekem, hanem maguktól mennek és csinálják. Ott vannak a Rácson, a zöld napok, a Mikulás, a fenyőfa díszítés, az adventi koszorú állítás, amik már-már hagyományosak, és a városban is egyre többen tudnak arról, hogy ezt mi készítjük. Nagyon sok helyen megjelenünk, most már az iskolákban is egyre több őször hívnak bennünket, környezeti felvilágosításra, illetve egészségnapokon, környezeti társasjátékkal. Szélesednek a játékaink, a különböző előadásaink, most már gimnazistáknak is van előadásunk, amit bármikor szívesen megyünk meghívásra és bemutatjuk, illetve középiskolásoknak való játék is készült, amelyet a középiskolások segítségével állítottak össze. A NABE minden évet a vízvilágnapi programokkal kezdi. Minden évben ugye az első programunk a víznapi program, ami a tavalyi nagy siker után idén is egy kincskereső játékkal fog szerveződni, illetve a Balaton megkoszorúzásával. Március 24-én, vasárnap délután a Bodorka előtt lehet majd ugyanúgy 1 és 3 óra között jelentkezni azoknak, akik szeretnének részt venni a kincskereső játékban. Az erdészeti kutatás elmúlt néhány évének egyik legnagyobb innovációja az a fejlesztés, ami térinformatika alapon adott helyszínre a beavatkozás szintjén képes megmondani, hogy klíma szempontjából mi várható a jövőben, és ott mi a legjobb megoldás. Váradi József, a Bakonyerdő főmérnöke arról beszélt, hogy szűkebb környezetünkben, azaz itt Balatonfüred térségében, a jövőt tekintve milyen körülményekre készülhetünk. Az erdészeti szakma szépsége és nehézsége is egyben, hogy 100 évre előre kell látni a jövőt. Egy fát azzal a tudással kell elültetni, hogy a következő 100 évben hogyan fog viselkedni. A hosszú távú gondolkodást a klímaváltozás is nehezíti. A legmodernebb erdészeti kutatások segítségül hívásával arra is választ kaphatunk, hogy vajon mi várható a közvetlen környezetünkben Balatonfüred környékén. A térségre nézve, gyakorlatilag egy tölgyes klímából, a jelenlegi cseres tölgyes legyes erdőkből egy erdőszebb klímába vált át a makroklimatikus állapot. Magyarul itt a jelenlegi cserelegyes tölgyes vagy tölgyelegyes cseresek után egy szárazságtűrő, szárazságkedvelő, molyos tölgyes és virágos kőrises legyes állományok lesznek. Ugye a térség erdei az elmúlt évszázadban fenyővel lettek felújítva. Jellemzően a kopárfásítás a fekete fenyőt alkalmazta. Minden néző számára látható, hogyha itt a térségben autózik, de akár gyalog is megfelkeresi az erdeinket, hogy a fekete fenyő pusztulás tetten érhető, szürkülnek a fenyők, kiszáradnak, és mi is, mint erdőgazdálkodó, ezeket az elpusztult egyedeket vagy a beteg egyedeket kivesszük. Szerencsés helyzet az, hogy az erdészeti kollégáink olyan ismertekkel rendelkeznek, hogy az itt meglévő lombos, a fenyő alatt meglévő lombos fafajok megsegítésével létre tudnak hozni szerintünk klímarezisztens állományt. Magyarul a molyos tölgyes, a virágos kör is emellett
némi mezejuhar és vadgyümölcsök elegyével egy jó erdőszerkezetet tudnak kialakítani, amely gyakorlatilag érdemi fatermesztésre nem lesz alkalmas, viszont a helyi, a mikroklimatikus viszonyok megtartására, a talaj megtartására, szénmegkötésre mindenképpen egy fontos vegetációs elem. Pillanatnyilag a múltban élünk, azok között a fák között, amiket 50-100 éve ültettek az elődeink, miközben már most sem az ő általuk megtapasztalt körülményeket éljük. Az innovációnak köszönhetően ma már azt is meg tudjuk határozni, hogy például egy adott fajtának hol vannak Európán belül azok a területei, amik melegebb, szárazabb helyen vannak, mint ami most tapasztalható Magyarországon. Tehát ide kell hoznunk ezeket a szaporító anyagokat, magvakat és csemetéket. A szakemberek szerint a fák ültetése, az erdőtelepítés is óriási felelősség, ezért a civil kezdeményezésekhez mindenképpen szaktudásra is szükség van. Az erdő felújításon, erdőtelepítéssel kapcsolatos társadalmi érdeklődés egyre nagyobb, és az is egy szerencsés helyzet, hogy a társadalmi szerepvállalás is megjelent, és jó esetben ezek a szereplők megkeresik a helyi erdészeti szakembereket, legyen az erdészeti társaság, legyen az magánerdészeti szakember csapat. A mi társaságunknál több ilyen társadalmi szerepvállalással övezett faültetés vagy erdőterület kiegészítés történt, amiből itt a térségben kiemelném azt, hogy a Veszprémi Kézilabdaklub egy 7 hektáros területet, a Kézilabdaklub erdejét társadalmi szerepvállalásban ülteti el, finanszírozza, és a finanszírozás nem csak a kézilabdaklub forrásaiból származik, hiszen a nézők a belépőjegyek árában járulnak ehhez hozzá. Ez nem egy egyszerű erdőtelepítés lesz itt sem, hiszen reagálnunk kell, a klímaváltozásra kísérleteznünk kell, és a kézilabdaklubban egyetértve és a szakmai tudást, a tudomány mögé téve arra jutottunk, hogy itt egy kísérleti erdőt hozunk létre, 4 fafajt fogunk telepíteni erre a területre, Veszprém határában, és ott is kísérletezni fogunk ezek származásával, növekedésével, és összehasonlítjuk az egymáshoz, illetve a körülötte lévő állományokhoz viszonyított életképességét. Nyitott-e a Bakony erdő arra, hogy további társadalmi kezdeményezéseket fogadjon be? Nyitottak vagyunk, és örülünk is annak, hogyha bennünket keresnek meg ezzel, hiszen akkor a tudomány által, meg az erdészek szakértelme által a szakmai hátteret meg tudjuk adni, és a társadalmi szerepvállalásnak szerintem ebben, és a szemléletformálásnak nagyon jó teret tudunk adni ilyen esetekben. A jelenlegi kutatások szerint tehát hamarosan merőben megváltozik majd a bennünket körülvevő erdőszerkezet, és az abban lévő fafajok sem a most megszokottak lesznek. A bajt az ember okozta, így felelősségteljesen neki is kell megoldania, amihez a szakmára és a társadalmi szerepvállalásra egyaránt szükség lesz. Szent Bálint püspök a 14. században vált a jegyesek és a fiatal házasok védőszentjévé Angliában és Franciaországban. A legenda szerint a püspök az esketési szertartás után kertjének virágaival ajándékozta meg a friss házasokat. A Bálint nap vallási eredete már a világszerte, így Magyarországon is elhomályosult, sokan inkább Valentin napot tartanak. Az angol száz országokban Valentin, vagyis Bálint napján tartott szerelmes ünnep a 20. század végétől világszerte elterjedt. Február 14-én a szerelmesek megajándékozzák párjukat, vagy szerelmes üzenettel kedveskednek neki. A Valentin nap vallási eredete világszerte így Magyarországon is elhomályosult. A keresztény szokás eredete, hogy Szent Bálint püspök a 14. századi Angliában és Franciaországban a jegyesek és a fiatal házasok védőszentjévé vált. A történet szerint mielőtt a keresztény hite miatt február 14-én kivégezték, Bálint a hite erejével a börtönőr vak leányának visszaadta a látását. A hagyomány szerint búcsú üzenetet küldött a lánynak,
a te Bálintod aláírással. Ez a Bálint napi üzenetküldés eredetének leggyakoribb magyarázata. A legenda szerint a püspök a szerelmeseket a keresztény szokások szerint eskedte meg egymással, a katonákat is, akiknek az akkori császári parancsok értelmében nem lett volna szabad házasságra lépni. A friss házas párokat kertjének virágaival ajándékozta meg. A hagyomány úgy tartja, hogy ezek a házasságok szerencsés csillagzat alatt születtek. Az angol kivándorlók magukkal vitték a valentinnapi szokásokat az Egyesült Államokba, a II. Világháború alatt pedig az amerikai katonák terjesztették el ezt a szokást Európában. Általánosan ismerté a virágtermesztők és az édességipar reklámjaival lett, de a legfontosabb ajándék továbbra is a virág. Míg évközben főként a nők azok, akik virágokat vásárolnak, addig Valentin napján a férfiak vannak többségben. Délelőtt az alsósoknak, délután a felső tagozatos diákoknak rendeztek farsangi mulatságot február 9-én a Radnóti Miklós általános iskolában. Az első, második, harmadik és negyedik osztályosok közül mindenki maskarába bújt, több meglepetés produkcióval is készültek a gyerekeknek. Az egyik évfolyam előadta a látványos Aladdin-féle bevonulást, így az 1001 éjszaka varázslatos világába is becsöppenhettek a résztvevők. There is a place filled with magic, where happiness lights the night. A sparkling world full of joy, and love that shines out so bright. Több mint 200 kisdiák részvételével rendeztek vidám farsangi mulatságot a Radnóti iskolában. Az alsó tagozatosok közül mindenki jelmezt öltött. Volt, aki egyéniben, de volt, aki csoportban mutatkozott be. Természetesen a tanárnénik is beöltöztek ezen a délelőttön, amely a tél búcsúztatás jegyében telt. Carnival magic, a carnival fantasy, come and share the fun together. Carnival magic, a carnival fantasy, let us celebrate forever. A tanárunk ötlete volt ez, és az osztály is belement, és így jött ez az Aladdin. A jelmezek az a pásának az anyukájától vannak. A pásájuk Iránból vannak, és akkor ők meg itt nagyon sok ilyen ruhák van. Jól érzem magamat ezeket a bálokon, mert újakat is lehet tanulni a magyaroktól. Megkaptam a szerepet, megtanultam a táncot, megtanultam énekelni, meg ilyenek. Nekem még nem volt meg a ruhám, és akkor pár nappal az előadás előtt jött meg, és akkor anyukám így összevarta, hogy ne legyen annyira bő. És egyébként az osztályfőnököm mondta, hogy a szép lányok lesznek majd a ilyenek, szóval nem mi választottuk ki. És ő adta nekünk a színünket, hogy milyen szín illik hozzánk. Az osztályfőnökünk mondta, hogy nekem az jó lenne, és hogyha szeretném, akkor vállaljam be. Ügyesen el is csented ezt a varázslatos lámpát. Igen, hogy ne tudja a hatalmat megszerezni a Jafar. Carnival magic, a carnival fantasy, let us celebrate forever. Come and share the fun together. Esőben is elindultak az idei szerelmes füred résztvevői. A futóverseny történetének 8 esztendeje alatt most volt az első alkalom, hogy esett az eső. Ez azonban nem szegte kedvét a nevezőknek. Február 10-én csaknem 600-an álltak rajthoz a Tagor sétányon. 3, 2, 1, és gól! Nyolcadik alkalommal van a szerelmes füred futóverseny itt Balatonfüreden, és még soha nem volt eső, de úgy érzem, ezt is megoldottuk. Persze volt, aki a rossz időjárás miatt nem érkezett meg a rendezvényre, de a legtöbb futó itt van, aki benevezett, és jól érzi magát. Jó ötletnek tűnt, és aztán hát kinőtte magát a dolog. Az elsőn, ha jól emlékszem, 29-30-an voltak, és most pedig olyan 600 körül vannak a mai napon.
Az egész országból érkeztek hozzánk versenyzők, illetve Szlovákiából is a felvidékről nagyon sokan jönnek visszajáró vendégeink, illetve hát az ultra versenyszámba ott több nemzetközi futó is van. A 600 méteren a gyermekek futottak, a szerelmünk gyümölcse futamban. Aztán volt a idősebbeknek sétálós távunk, 3,5 km, 7 km volt az egyén, illetve szingli verseny, ezután volt a félmaraton, illetve van 7 kilométeren az együttfutunk, és a 2x7 kilométeres váltunk, és a leghosszabb táv az pedig az 50 km az ultramaratonisták. Az ultramaratonon vannak a legtöbben, ugye azt harmadszorra rendezzük, és ez most a Magyar Ultrafutóliga bajnokságának az első futama, és ezen vannak a legtöbben. Szenyei Dorián, és Várvölgyről jöttem, a Tapolcai Trapolók Sportegyesület tagja vagyunk, és örülök, hogy őket képviselhetem ezen a versenyen is. 3 óra 40 perc körüli idő. Tavaly sokkal jobb időt futottam, de most a körülmények ezt engedték meg már, hogy ilyen időt fussunk, de mindenki úgymond rosszabb időt teljesített tavalyhoz képest. Tavaly egy 20 perccel jobb időt sikerült futnom. Idén nem ez volt a cél, hogy javítsak az időből, hanem hogy folyamatosan tudjam a tempót tartani, és a végén felhasználni a megmaradt energiámat. 2019. november 1-e óta minden nap futok. Minden nap 2022 óta minden nap 10 kilométert, minden nap legalább, és azért kezdtem el futni, hogy ugye egészségesen tudjak élni. Ultrafutásban most már mindenképpen a fellegvár Magyarországon Balatonfüred. Nekünk ugye a Balatonfüredi Atlétikai Klubnak is főleg ultrafutóink vannak, de ezen kívül egy éjszakai futás, egy szerelmesfüred, ahol a rövidebb távok szerelmesei is tudnak mozogni. Ez is elfogadott és szeretett rendezvények. Összetartozás érzése, mert általában ezek a futók csapatban futnak, figyelik egymás eredményeit, edzéseit, barátkoznak egymással, találkoznak a versenyeken. Egyébként nagyon sokaknak ez a hétvégi versenyen való találkozás a közös pont, és mégis nagyon, nagyon erős kötődések vannak így is. Én azt gondolom, aki idejött, annak már teljesen mindegy volt, hogy most mennyire lesz vizes, vagy az izzadságtól, vagy az esőtől. A szél az mondjuk az rossz lett volna, hogyha erősebb, de én azt gondolom, hogy ez az eső ez nem befolyásolja. Hivatalos versenyeken egyébként kell hordani mezt. Hát most ilyen buli versenyeken természetesen nem szólunk a futóknak. Az a lényeg, hogy a rajtszámuk látszódjon. Ha valaki így érzi magát jól, akkor mi ezt elfogadjuk. Minden hölgyfutó kap tőlünk rózsát, ezen a rendezvényen, az első rendezvénytől kezdve így van, és ezt visszük is tovább. Most nézzük újra a híradó legfontosabb témáit röviden. Helyreállt a rend, újra használható gépkocsival a Zákonyi utca. Adományok, a Balatonfüred Lions Club ismét ott segített, ahol kellett. Szerelmesek és sportolnak. Futóversenyt rendeztek Valentin nap alkalmából.
Önök a Füred TV híradóját látták, tudósításainkat újra megnézhetik a füredtv.hu oldalon, valamint a Facebookon is, ugyanígy friss videókat is találnak. Köszönöm szíves figyelmüket, további békés napot kívánok, viszontlátásra!